Sziasztok, Ádám vagyok, képen pedig már a legújabb VTech tabletet láthatjátok, az X-Tab 70DC-t, ami ugye az első 2013-as modellje a gyártónak. Itt a doboz hátulján láthatunk némi információt a készülékről. Ugye, hát sajnos csak Android 4.0-val jelent meg, nem Jelly Bean-nel, azonban a frissítés az közeledik és érkezik. Mint egyértelmű, a 7-szoros kijelző immáron IPS, illetve 1280x800 pixeles felbontású, két magos, 1,5 GHz-es AMLogic processzorunk van, 8 GB háttértárunk, 1 GB RAM-unk, illetve hát nagyon olcsó árunk, hiszen 35 000 forintba kerül ez a tablet. Ami annyira unboxing pillanatnyilag, hogy még fóliánk is rajta van, mert hogy most érkezett frissen. Itt a kis csomagolástól megszabadulva, már ugye itt is van a kis VTech dobozunk, amit hát mindjárt megnézzük, hogy mint is nyílik. Igen, még van egy plusz matricánk. És mágnesesen nyílik. Rögtön a doboz tetején ugye van egy kis szigetelő anyagunk, ami a kijelző épségét védi. És itt van maga a tablet. De előtte megnézzük a kiegészítőket, mit kapunk. A VTech-től a jól megszokott USB OTG adapter, ami ugye látható, hogy Micro USB, USB csatlakozót rejt, tehát ezzel tudunk pendrive-ot rádugni, illetve van egy töltő csatlakozónk is, ezzel külső tápként is tudjuk használni, vagy külső tápot tudunk adni esetleg a külső merevlemeznek, így akár 2,5 szoros notebook merevlemezt is használhatunk vele. Van egy adatkábelünk, sima Micro USB, USB, illetve, hogyha kijön, akkor itt lesz a tápegységünk, illetve a töltőnk pontosabban. Ez itt látható, az némileg újabb, hiszen az előzőek nem voltak ilyen fényes kialakítások, ugye látható, hogy ilyen kis védő fóliát is kapott gyárilag. És hát ez, ahogy látom, 2 amperrel fogja tölteni a tabletet. Ugye itt látható, hogy egy ilyen hosszú tű keresztül fog tudni töltődni, nem USB-n sajnos. Ezen kívül van egy kis használati útmutatónk, illetve egy garancia levelünk a VTech X-Tab 70DC-hez, és szerintem ennyi. És így van, mást nem tartalmaz a doboz. És akkor itt az ideje, hogy kézbe vegyük magát a tabletet. És itt is van az X-Tab 70DC, ahogy láthatjátok, egészen jól néz ki, hasonló az X-Tab 70W-hez, azonban nem került az oldalára immáron fizikai nyomógomb, csak ez a hagyományos érintőkijelzős kezelés lesz úgymond rajta. Az előlapon itt láthatunk, van egy mikrofonunk, illetve egy előlapi kameránk, ami itt némileg látszik, illetve hát keretünk az helyenként picit vastag, azt kell, hogy mondjam, de ennek vagy ennek ellenére egészen jól is néz még ki a tablet. Megnézzük az alját, itt nincsen semmilyen csatlakozónk. Hát a jobb oldalt hasonló a helyzet, ez is teljes egészében üres. Tetejére már került, hogyha bezoomol, egy reset gomb, illetve mellette egy hangerő szabályzó gomb, illetve kettő is. És a bal oldalra kerültek a csatlakozók sora. Itt van a bekapcsoló gombunk, mellette van egy micro USB csatlakozónk, egy memóriakártya szlotunk, itt az audio csatlakozó, illetve a töltő csatlakozónk. És akkor megnézzük a hátulját.
Ugye, ami először szembe tűnik, hát ezt a fóliát le is vesztük róla, mert mondjuk ez pillanatnyilag leginkább csak zavaró tényező. Tehát ugye itt látható újítás az elődökhöz képest, ez műanyag borítású, ilyen kis érdes hosszában csíkozott felületet kapott, ami látható is talán kicsit a videón, középen egy Végtek logóval, illetve teljes egészében műanyag hátlap, nem fém, ezáltal könnyebb is lett a készülék egy kicsit, illetve hát ugye ami még látható, elmaradt a hátlapi kamera, tehát nagyjából csak itt a hangszórókat találjuk, vagy hangszórókat, hát ezt az egy darab hangszórót találjuk meg a Végtek X-Tab 70DC hátulján, más nem került rá. Ez volt tehát a Végtek X-Tab 70DC kicsomagoló videója. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!